autókártyázva, meg összevesznek azon, hogy hány köbcenti a henger űrtartalom. Lány WC-be is bejönnek a fiúk, vízzel locsolnak ők, mi meg sikoltozunk. Kiteszik lábukat, benne hasra esünk, azt mondják, van hajunk, azt mondják, nincs eszünk. 11. alkalommal tartották Szekszárdon a Fedorka sose volt versnapot 7-8 éves korosztály számára. Idén szerbiai, szlovákiai és romániai nevezések is érkeztek. 297 pályázóból a mostani megmérettetésen 89-en vettek részt. A 297 nevezőből szinte feles arányban érkeztek a fiúk és a lányok a versenyünkre, illetve jelentkeztek, és ez azért nagyon jó, mert jellemző volt az a korábbi évekre, hogy inkább lányok mondtak verset, és ők ragaszkodtak ahhoz, hogy a színpadra merjenek állni. Ez a mai világban azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy fiúk is vállalkoznak a versmondásra, illetve az előadó művészetre. Ami még különlegessége a mai napnak, hogy minden korcsoportunkban telített a létszám. Tehát régebben az volt a jellemző, hogy a nagyobb korcsoportban kevesebben jelentkeztek, most mind a négy kategóriában, tehát az első, második, harmadik, negyedik kategóriában is 20 fölüliek a versenyzők száma. 7 éves kortól 18 éves korig lehetett nevezni, így azt lehet mondani, hogy az általános iskola első osztályától egészen a középiskola negyedik osztályáig jelentkeztek a fiatalok. A verseny elsődleges célja a hagyományos vers és prózamondó találkozó mellett a klasszikus és kortárs költészet újszerű tolmácsolása, a költészet és a versmondás népszerűsítése, a magyar nyelv tisztaságának és sokszínűségének felvonultatása a költészet által és a kulturális identitás erősítése. Ami kritérium volt, hogy kortárs versmondótól is, kortárs írótól is mondjanak verset a fiatalok. A másik versük a szabadon választott. Ez a verseny már mondhatom azt, hogy tavaly szeptember óta folyamatban van és szerveződik, hiszen a fiataloknak kiküldtük szeptemberben a versenyfelhívást, januári kellett nekik beküldeniük a videós felvételt, amelyből válogattunk. Az emlékév is hozza magával azt, hogy nagyon sokan választották Petőfi műveiből az előadandó verset, és nagyon-nagyon hitelesen tudják képviselni, pedig azért ugye 200 évvel ezelőttről beszélünk. És a kortárs írók között is számos olyan írót választottak a fiatalok, akiket szívesen hallgatok, jó magam is, akár a YouTube csatornán keresztül, vagy olvasok természetesen kötetből. Itt szeretném megemlíteni Sohonyai Attilát, Varó Dánielt, Lacfi Jánost, akik így preferáltabbak a fiatalok körében, de hát a klasszikusok közül nem szabad elengednem, hogy megemlítsem Radnótit, Babicsot, Petőfit, Arany Jánost, József Attilát, Pilinszkit, úgyhogy számos olyan művet hallhatunk a mai napon, illetve előadás, amely mindenki kedvére tesz. Hallgat az erdő, kajtat a farkas, kérődzik csendben, s fülel a szarvas. Hopp, most az ordas orrát lenyomja, s fölkapja menten, rálelt a nyomra. Szökken a farkas, megnyúlik teste, szökken, de éppen ez lett a veszte. Roppan a hó, száraz ágreccsen, ágyúlövésként halszik a csendben. A mai verseny kiírása az volt, hogy egy szabadon választott, illetve egy kortárs költőtől kell verset mondani, és én a szabadon választottnál I. és Gyula Tébai menekülő című versét választottam. A kortárs költőnek pedig Bertók László Azt mondják költő művét hoztam álmára. Nagyon közel áll a szívemhez mind a kettő vers, és úgy gondolom ez az egyik legfontosabb dolog egy versmondó versenyen, hogy magával a művel is tudjunk azonosulni. Én már 12. éve mondok verset, és foglalkozom Csizmazia munkanénivel a Jövő Ígéretes Gyermekei Alapítvány körében. Szeretnék tovább foglalkozni versmondással, és ha bár a gimnáziumot én most befejezem, de az egyetemi éveim alatt is szeretnék tovább versekkel foglalkozni, illetve kacsingatok a színészet felé is. Egy kortárs verset készültem, illetve egy Mésző Miklóssal. Mészőt mondtam korábban is, amit mondok most kortárs, ez egy Simon Márton vers. Őt még nem mondtam sehol, igazából az interneten találtam, megtetszett, tudok vele azonosulni,
szerettem a mészőt, meg ugyanúgy nagyon szeretem. A verseny egész nap tartott és két helyszínen zajlott. A verseny a mai napon úgy zajlik, hogy délelőtt megy ugye a kortárs versek előadása, ezt követi majd egy ebéd, egy rövid szünet, és aztán délután folytatódik a szabadon választott versek előadásával. A zsűriben helyet foglal Szekszárdról Csötonyi László, előadó, közművelődési szakember, Pécsről a Nemzeti Színházból érkezett hozzánk Illés Alexa, a Pécsi Nemzeti Színház színművésze, illetve drámapedagógus. Budapestről érkezett hozzánk a Magyar Versmondók Egyesületének tagja és az első magyar versszínház alapítója Wigman Alfréd úr, illetve Rékasi Károlyt köszöntjük körünkben a mai napon, aki Jászberényből érkezett. Ugye mindenki tudja, hogy színművész, szinkronszínész. Én kora gyerekkorom óta, de tényleg picurka korom óta a versekkel már találkoztam. Legelőször a Nőklapja című heti lapban, ami járt édesanyámnak. Ott mindig volt egy, minden utolsó előtti oldalon ott volt egy mese, ami káprázatos dolog volt, és a mesék mellett egy-egy kicsi vers. Ezt nekem édesanyám minden héten megtanított, az aktuális verset, tehát nekem így ivódott a sejtjeimbe már a vers létezése és a vers megtanulása, mint olyan. Tehát nekem az általános iskolában a memoriter az nem volt különlegesség, és nem volt az utánivaló dolog, mert hiszen édesanyámtól, az egyik legkedvesebb lénytől már kicsi kölyök korom óta ezt kaptam. Valószínűleg ez indukálhatta azt, hogy most jelenleg két emlékműsorral járom az országot. Itt Szekszárdon is előbukkantam, nem is olyan nagyon régen a Petőfi Sándor emlékműsorommal. Igen, a versek azok engem csodálatba ejtenek. Becsuktam a könyvet, és csak azt mondtam, rajta, repültek, mint a nyíl át a túlsó partra. Mert nem csak szolgáljuk, gazdájuk is voltam. Ha sírtam is néha, kedvel abrakoltam. De mindez régen volt. Hol van az a két ló? Gazdátlan a kantár, gazdátlan a békjó. Én mindig megcsodálom azokat a fiatalokat, akik a kor jellemzőknek abszolút szembe haladva foglalkoznak versekkel, olvasnak verseket. Tehát nem csak a kötelező megtanulandókkal találkoznak életük során, hanem hajlandók arra, hogy fölüssenek egy könyvet, elolvassanak egy verset, valamiért megtalálják annak a gondolatát, akkor megtanulják a verset. Tehát egyáltalán, akik itt is gyülekeznek, nem korunk népe, nem az általánosan megszokott fiatalok ők attól sokkal többek. Egy, hogy foglalkoznak versekkel. Kettő, hogy mernek kiállni. Azzal, hogy nézd meg engem, zsűri, vagy nézd meg engem, többi résztvevő, nekem ez a gondolatom ezzel a verssel kapcsolatban. Rengeteg felnőttnél sokkal előbbre jutnak, sokkal előbb járnak, csak aztán el ne feledjék ezt a tulajdonságukat, mert hány és hány felnőtt elbújik, hogy rólam nem mondj véleményt, nem, én nem akarok megmutatkozni, nem. Ők pedig kiállnak egy ünnepi alkalommal. Olyan jó volt látni itt, amikor megérkeztem a művelődési házhoz, jöttek a fiatalok, és ünneplőbe felöltözve. Igen, mert ez egy ünnepi alkalom. Minden tiszta és unalmas. A mentő messzerre vitte, mint hittem, a sarkon nem balra fordult, mondta apa, hanem az ég felé. Amikor tegnap csattanást hallottam, úgy megörültem, hogy itt a nagy és felrobbantotta a kávéfőzőt. Versmondóként, illetve zsűritagként én máron 10 éve veszek részt ennek a versmondó versenynek a lebonyolításában, és elmondhatom, hogy óriásit fejlődött az elmúlt 10 esztendő során, és hatalmas öröm, és egyben egyébként meglepetés is az ember számára, hogy mondjuk meghirdett Szekszárd, illetve egy szekszárdi alapítvány egy országos versmondó versenyt, amelyikre mondjuk ebben az esztendőben közel 300 versmondó jelentkezett. Tehát ott tart már ez a verseny igazából a fejlődésében, hogy szűrni kell, és egy első fordulót követően a 300-ból, vagy közel 300-ból 90 versenyzőt hívtak be, illetve hívtak ide Szekszárdra, a Kárpát-medence szinte összes tájáról. Úgyhogy ez a délelőtt itt versünnep Szekszárdon, ez nem csak a
kulturális vezetőként, vagy a Szekszárd megyei Jóváros Kulturális Bizottságának az elnökeként melengeti meg a szívemet, hanem versmondóként is, hiszen akik ismernek engem valamennyire, azok tudják, hogy 10 éves koromtól az életem szerves és meghatározó része a vers, a versmondás, illetve a versmondó versenyek szervezése és zsűrizése.